Több százan voltak kíváncsiak Görög Ibolya protokoll szakértő előadására Szekszárdon. A Babits Mihály Kulturális Központ színháztermében folyamatosan felkacagott a közönség, mert a protokoll szakértő még egy olyan témát is, mint az állami és a magán ünnepeken való viselkedés, humorosan és lebilincselően tudott előadni. A protokoll szakértő kifejtette, hogyan és mivel illik felköszönteni névnapján a cégvezetőt, mivel és hogyan fogadjuk a húsvéti lucsolókat, és azt is, hogy miként illik átadni az ajándékot szeretteinknek. Nem az a lényeg, hogy mit adok, hanem hogy hogyan adom. Tehát az, hogy csak én, ilyet csak én tőlem kaphatsz. Ezt a csomagolással tudom megoldani. Tehát valami olyan, egy dobos csoki is olyan papírba, kicsit meghúzva, meg olyan kis rafiával, meg egy kis szálfenyőt. Lehet úgy csomagolni, hogy annak a csomagolásnak legyen lelke. Azon belerakom egy zacsikot, lesz a fogjad, hát annál illetlenebből kevés van. Természetesen a céges karácsonyi partikon való viselkedés, evés, ivás, bemutatkozás szabályai sem maradhattak ki az előadásból. Görög Ibolya elmondta, az állófogadáson állva egy villával kell megenni az általunk kiválasztott ételeket, és nem illik leszopogatni a fogpiszkálót, miután a falatkát a szánkba vettük. Az előadáson szóba kerültek a karácsonyi menük sora, az alkoholos italok és fogások helyes sorrendje, és természetesen az ünnepi öltözék sem maradhatott ki a protokoll szakértő elbeszéléséből. A karácsonyi vacsorának föl is kell szépen öltözni. Még ha csak a szűk családban is együtt, az ünnepet tegyük ünnepi azért, hogy ne a tréningruhába, a kezetükába, papucsba üljön oda, hanem valahogy legalább egy nadrág meg egy ingazon a férfi. Tehát nem kell itt, mit tudom én, milyen öltöny meg csokonynak ennyi, de legalább egy picivel jobban nézzen ki, mindenki esetnek, mint az ára. A szakember jó néhány szabállyal és tanáccsal zárta előadását. Kiderült, hogy az ünnepi asztalt nem a vendégek szedik le, hanem a vendéglátó. Görög Ibolya azt is elárulta, hogyan lehet illedelmesen, de határozottan hazaküldeni a vendégeket, és véget vetni egy partinak.